Aminek nem kéne lennie. Sticksről beszéltek meg ilyeneket. Azoknak hogy a faszba, hát hogyha a Sonic Boom az egyszerűen képtelenség, hogy az kánon legyen, az nem lehet kánon. Nem csak azért, mert nem lett jó játék, hanem képtelenség, hogy az kánon legyen, mert gyakorlatilag teljesen más dizájnilag, stílusilag, mindenileg teljesen más az eddig az előttékhez játékokhoz képest. Ezért mondom azt, hogy azt szerintem az egy fasság. De mindegy. De már a szegások is belekavarodtak már a saját kánonjukba szerintem. Rodja. Hova megyek? Jézusom. Hát szavasz, Kenta! Hát jó esélyt neked, de azt hittem, nem is láttak volna. Mi a helyzet? Igen, kérdezzük meg, képzeld el, jó kis Sonic versenyzős játék, tessék, hát megkérdeztem múltkor azt, hogy mikor a Sonic verseny, mikor a Sonic Racing meg ilyenek. Tessék, itt van. De ez nem is akármi, milyen Sonic Racing. Ez a legbaszobb Sonic Racing. Még egy ilyen racing játék nincsen. Mi a fasz? Most hova a faszomba csúszok? Meg hova megy? Ez katasztrófa, hallod. Már most elbasztuk egyébként. Fogta a szíten, elkezd magától másfele menni, azt a másik irányba. Fantasztikus tényleg. Legendás. Legendás percek. Össze-vissza van. Össze-vissza. Gaining momentum. Utolsó előtti vagyok. Most tudom jó egyébként, emlékszek erre a pályára, és ezt még régen is szoktam rengeteget ezzel, mint a torkosból annyit. Hiszen emlékszem, hogy rohadt szar volt ez a pálya. Volt sokat szívtam ezen a pályán. El kell kezdeni itt egy random forgolódni. Az meg... Hát miért nem ugrasz rá arra... Asszokóra... Nem várom. Mi az, hogy kigászni százlábú? Egy kis pálya ellen. Össze akarják vonni az összes anyagot. Hát de Boomot azt nem vonják össze, nem azért, mert most semmi konzisztencia nem menne akkor, hogyha azt is összevonna. Lárgája az még oké, mert de Jet tényleg fura volt, hogy front 10-ben említették. Szerintem még a Babylonok még nem volt olyan katasztrófa egyébként, hogy az őket is említették. A Dárgája az kellett. Neked nem csak Dárgájárot is említették, hanem gyakorlatilag a Colonial Arc-ot is említették egyébként a front 10-ben. A fő történeti szállat egyébként ténylegesen jó, hogy ezt tényleg konkrétan ezt emlegették. Szóval Babylonnal szerintem nem akkor a tragédia egyébként, az szerintem az nem probléma. Annak még külön örültem is egyébként, hogy ezt betették, azért konkrétan kánonosították a Babylonokat. De a Sticksnek nem értem. Kérlek szépen, Kent, ez a kis százdarab, egy kis látványosság, kis játékmeneti elem. Na.
hát... Nem hiszem, mert... Annyira érzékeny mozgás. Ott a dipc. Nincshez számít, hogy gyakorlatilag azt a rágátos zét madás csajt konkrétan nem lehet egyszerűen elkapni. A B-be. Én ugrottam, azt megint nem érzékel. Olyan gyorsan megy az a... Az a B-t baszki, hogy egyszerűen nem lehet utolérni. Itt non-stop leesek. Non-stop leesek itt. Itt tök jók voltunk pedig. Itt fogom beszopni a torkos boltot egyébként. El leszek egy... Milyen ugrik fel arra? Hiszem el. Leesett a izéről, rámpáról. Mi a faszom a hullámról. Van, van már madár. Gyakorlatilag most hát a... izé... A... Ezért a Riders-ekbe kéne szépen... Már új... Már új karakterek... Bazd meg... Már új karakterek... Terepelnek ebbe a játékba. Kapját ezt gyakorlatilag a Babylon Rooks nevezettű háromfős banda. Ebben gyakorlatilag mind a hárman, mind a három karakter madár gyakorlatilag. A Jet. A Jet van, a Wave, meg a Storm. De ketten ilyen baszó madarak. De mind a hármas hasok szerintem. Talán lehet, hogy... Lehet, hogy valamilyen szinten kicsit mások, de... Madarak, azt tudom. Az biztos, hogy madarak. Az fix. Menj a faszomba. Damn! Úgy már tudod? Na hát akkor ezt is vágod, beszarok. Beszarok rajtad, Kenta. Mindent tudsz. Menj el, ne szarakodjál, menj el. És már megelőztek. Hogyan hittem be? Ugrottam, könyörgöm. Ne szórakozzunk már. Megint első voltam, most hogy visszajegyek ötödik neked. Hadd meg. Úgyhogy... Baszom bele. Megint vége! Meg nem tudjuk megcsinálni! Pályát! Itt fogunk szenvedni egy két órán keresztül. De majd hát mese fő tudni csinálni szerintem. Előbb alszunk el szerintem, miért megcsináljuk ezt a pályát. Na végre sikerült valamelyesen megoldani a dolgokat. De egyszerűen mit csinál az a bébe, azért nem hiszem el. Világ végére elmegy. Nem mehet követni.
Mi nem lehet csak Márfőjétnek tenni esetleg? Mi nem jó? Mennyivel jobb lenne, ha a második elegendő lenne? Milyen király lenne már? Most a második vagyok pedig. A második vagyok! Nem, hát megint elcseszem. Persze még basszál meg. Na jó van. Zöld sast. Igen, a zöld az... Jet. Igen, az ismerősebb. Hát ő... Őre jobban emlékeznek a rajongók. Jó, az nagy vezér. Adja! Nem hiszem, egy parolás, egy driftelés, ezt már abban a pillanatban leesek. Itt nem szabad driftelni. Nem lehet. Itt tilos. Meg van tiltva. Meg van tiltva, hogy izéje. Baszakon baszakodjá. Hogyha itt izé. Itt fogod. Vannak akik baszki, hogy izé a rámpákon végig mennek, hát mit csinálják azzal, nem tudom megcsinálni ezt. Én hiába próbálkozok, nem üdik rá. De mi jól állunk egyébként, egyelőre. Jó volna azt a boostot is, akkor kicsit hanyagolni, most így mond. Növeszteni, úgy mondjam. Tartalékolni későbbre, ha úgy van. Hát a már drága lév az már elfoglalta a helyét, ott az első helyen, aszántosan. Hogy lettem hirtelen ötödik? Ott vagyok, ott voltam a második helyen. Hogy lettem hirtelen ötödik? Milyen pálya részeken mennek át azok az jóságok, amiben hirtelen megelőznek engem, csak úgy random a semmiből. Tényleg mi mennek keresztül? Mindegy. Még mindig nincs veszve. Egyelőre jók vagyunk. Még mindig. Egyelőre az első, második, harmadik helyért küzdünk egyelőre, jelenleg. Eddig nem rossz a helyzet. Már csak nem kéne elbaszni. Most megint a izé a... Évat már megint elment a világ végére. Ezt nem lehet megcsinálni, geci. Jumpscares, amik módon, sok fan dologban tűnt fel, onnan ismerem azt. Azt hittem csak, amelyik fan karakter, és megkevertük a fanok. Nem. Hát, igazság szerint ezt a Jetet is, meg ezeket a madárgenyókat van, kinten csak is kizárólag a Sonic Riders-es spin-off játékokban tűnnek fel egyébként. Ebben a Riders-ben, meg ezen kívülben lesz egy Riders Zero Gravity egyébként. Azokban tűnnek csak fel egyébként, csak is kizárólag abban sehol máshol. Sajnos. Én csak cameo szinten se. Ezért minden döpi. Döpi minden. Mondd,
dom, döfi minden. Nem ugrik fel oda, nem tudom, hogy... Amíg az nem lesz meg, addig szopás lesz. Nem fog sikerülni, amíg azt nem tudom megcsinálni. Próbálok felugrani arra a szalad, egyszerűen nem megy. Istenek, nem megy. Hát mind szép és jó, de az a baj, az a fév is már megint olyan szinten elment. De... Később, korábban kéne nyomni azt a ugrát, és akkor talán jobban tudok ugrani. Lehet. Tudod, hogy túl késő nyom meg az ugrás gombot, azt az a baj. Ezért ugrik kisebbet. De menjél már rá arra a szarra. Jó Isten, ágyom meg. Ez nagyon sokat értem ezzel. Hát ez már most tudta, ez már gyakorlatilag már rosszabbul megy, mint az előbb. Hát csak egyes emberek a ilyen botfightokon szenvednek, én meg az egész faszom teljesen játékos. Most akartam ugrani köt szépen. Legjobb kóka ezt a jumpscare-es szarságot bebaszni. Jaj... De nem. Köszi. Kedves vagy. Mi a fasz? Srácok, miért nem ugrik? Az gyorsítás, mindig csak a gyorsítás, az a fontos, csak a sebesség számít itt, halálos iramban, minden. Azért, hogy megegyen a halálos iramban, mondhatok, ez a többi nem számít. Nem tudom, mit csinálnak máshogy egyébként, de... Ezt is legjobb helyen kell egyébként elvégezni. Egyre nem vett a tragédia, hogy nem tudtam azt azon felmenni. Hogy látom, más sem jól ment fel arra elsőre, legalábbis nem sikerült nekik ezt megcsinálni, de a második körnél már szopás lesz. Egyébként most egész jól állunk most így, egész nagy előnyünk van viszonylag. Micsoda? Hát én ezt nem értem, ezt láttam a térképen, na mindegy. Akkor nincs előnyünk egyáltalán, nem állunk jól. Hogy így tudok erre mondani. Ezt is akkor kellett, amikor éppen ugrani akartam volna. Ott ugrálnak már, ugrálnak jobbra-balra. Teljesen jó. Hey,
Egyelőre még mindig jó, mert előttem van gyakorlatilag közvetlenül az első helyezett, úgyhogy annyira nem rossz a helyzet. Oké. Leges legvégén cseszem el. Nem hiszem el, tényleg, nem hiszem el. Menjél, 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 menjél! Nyörögöm, menjél! Tönöm végre megvan. Első is. Hú, bazzik, ez rohadt közel volt. Nagyon közel volt. Másodpercre kellett, ezredek választották el. Jaj, Istenem! Igen, mindig... Megkavar ez a rossz irányjelzés. Azt gondolom. Story. Van itt a Heroshotnak a sztoria, a Sonic Tales meg Knuckles-nek, aztán... Aztán... Van a Babylonosoknak is van külön sztoria, amiben ő belül kell menni. És konkrétan... Azt hiszem 60. 6 darab story van. 6 darab tája. Ezt hiszem a Storm. Jó estét. A YOLO. Hát mi a helyzet? Hogy vagy? Jó estét neked. Most is épp dolgozom még vagy már? Most tértél haza. Lehet, hogy ez a utolsó pálya. Hát itt csak 5 pálya van. Már itt van. A fél nap osztál. Már ez jól hangzik. Jól hangzik akkor, hogy nem kell késő este dolgozni végre. Mi ez a fekete kép itt? Mi ez a fekete bizbasz itt a képen? Őszött a csetet. Lehet, hogy ennyi. Hát ez az utolsó pálya. Sand Ruins. Tudj, hogy rohadt, hogy el is rohadt nehéz lesz. Na mindenki itt van, itt már egy robot sincsen. Elbasztam. Konkrétan itt hárman vagyunk a Jet ellen. Sonic Tails meg Knuckles, aztán a Jet meg egy maga. Ott már túlságosan hátra mentem. A Wave meg a Wave meg a Storm. Ott hol vannak egyébként? Jetnek a szolgái. Nem a szolgái inkább, hanem társai. Hozzá ezt a pályát abszolút nem ismerem már. Mi a... What the... Hát már ez szopás lesz, nem ott érzem. Ja, nem probléma, Storm, figyelj. Benne van a pakliba, és én is, nem is ez volt egyébként sokszor például, hogy volt a Imónál például, amikor még God of War Ragnarök között egyébként. Akkor is én nem akartam, néztem volna szívesen az Imót, de nem akartam annyira elszpoilerezni az izét. A God of War Ragnarököt, mert akkor meg... Az teljesen friss élményeket akartam volna átélni a szívkipság nagyotjét. Azt sem tudom, hol vannak már, hogy annyira elmentek már. Én valószínűleg harmadik vagyok, mert félsz, az már szintig elment. Azt mondom, hogyan kellett volna azt mondom átugrani. Vannak bajok. Nem jövök rá konkrétan, hogy azok a rámpák olyan istenbe kell felugrani, addig szopás ez. Hát nehéz ez a játék, nehéz.
Na bassza meg. Mi a szar? De sokra megyünk ezzel a hoppagolyóval, amilyen messze vannak a többiek. De fel kell volna menjek a izére. Utolsó kör, azt világ végén vannak már jó emberek. De most mi? Milyen tudtam? Na mindegy. Hát ez katasztrófa. Azt tudom, hogy merre kell mennünk szóval a részen. Nem buklik ilyenkor? Neked Storm egyébként mennyire... És volt már szerencséd a Sonic Riders-hez? Azt se néztem a Ragnát, igen, igen. 20 hátra vagyis le. Mint a Wipeout-ból. Hát persze, ilyen. Az a fontos, hogy mindig... Csak előre kell gondolkodni. A fontos, hogy itt is van család, mint a halálos irambamba. Itt is halálos irambokat kell itt létesíteni, és minden tökéletes lesz. Mert azt mondtad egyébként, hogy... Nagyjából azért... Pár Sonic játékkal azért már volt dolgod. Most hát először, leszarod. Azt hittem, hogy esetleg te is toltad, vagy valami, hogy ismered. Mert most hát jól sikerült egyelőre. Nagyon menő, vagány, baszó, Sonic versenyzős játék egyébként ez. Ennyi. Menjél. Csak arról falra megyünk. Mi egész szó csapatjuk itt igazi part. Ezeken a hullikán, a szarokon kell átmenni, és akkor minden fasza lesz a tanárba, akkor nem kell ezekkel ezt átszenvedni. Persze közel kell maradni jó emberekhez. Elkezdtem. Ne! Majd leestem. Mennyi nem félsz? Csak a nagyok játszanak. Nagyobb versenyek. Hát ez a Jet az már elment világ végére. Hát szemben a Jetty! Megbasztalak. De most van Szopi. De most már nincsen. Áááá! Vegyél már! Ezt már elbasztam végig. Forsó körbe kell szívni. Ez a 90-es évben Mega Drive-on. Az jó. Azért inkább velem. Ez színen nyomod emulátor? Aha. Emulátorra, mert sajnos ez a... Már mondjuk ez a Sonic Riders, ez pont megjelent egyébként PC-re. Csak ugyanaz a helyzet, mint a Heroes-zal, hogy megjelent PC-re, de csak kis kizárólag fizikális példányból jelent meg PC-re, szóval semmilyen ilyen platformért ilyen online piacon nem jelent meg. Se Steam-en, se Epic-en, se sehol. Szóval jóformán ahhoz, hogy... konkrétan... Konkrétan ahhoz, ezzel tudjak játszani, ezt tényleg fogyatlan most egy fizikális példányban legyen meg ez a játék, még annak idején. Vagy... Vagy az egyetlen lehetőség még, hogy...
Másik nem emulátorról van szó, hogy hát megpróbálni azt, hogy ugyanúgy kapaszkodást fel letölteni. Letölteni a izét a PC verziót. Izó? De van! Nem néztem el, és le tudtam egyszer tölteni ezt a játékot izé izó fájlon, ilyen konkrétan emulátor nélkül is. Megköszönhetően szerencsére. Oké, megvan. Ezen a részen meg kell várni, konkrétan úgy kéne megcsinálni valahogy. Mindig hátul maradni. Hátul kéne maradni egészen a legvégéig. Eddig a részig kb. Kurva jó. Az én varázspáltam messzebb elő. Netford. Hol vannak az emberek? Miért most vagyok első? Nem most vagyok első. De megúsztam majd nehezen. Persze most is pont nem, mint utolsó kör van. De most egész jól megcsináltam. Menjél, ne szerencsétlenkedj! De most mi lettem hirtelen Dangerbe? Csak tele volt a izém a üzemanyag mutató. Most értem. De jó. Nem jó. Megint be fogjuk szokni, mint pont a legvégén. Menjél, elég lesz most már. Most már elcsesztük ezt már, elég kevés. Azt mondom, belemelem tényleg. Miért nem bénz hát valamelyik ilyen izén kapulán? De már. Hát megint elcseszem. Nem lett meg, mert megint előbb fog beérni. Hát? Most megint közel voltam egyébként pedig. Milyen közel voltam pedig. Milyen jó is volt ez. Esküszöm, örültem. Miért ez nem tudjuk egyébként annyira vészesnek. Akarat kérdése az egész. Ez kérdez szépen az ötödik pálya, elvileg ez a...
Heroes Torisának az utolsó pálya, de legalább aztán vége a Heroes Torisának, mert ennek is vannak ilyen Torisálai. Aztán lesz majd a Babylonos sztoriát, az ellenséges rivális csapatnak a Torisája, mert nekik is van ilyen Torisájuk. Az is elvileg azt hiszem 5 pályából áll. Utolsó pálya. Utolsó fejnek utolsó körje. Remélem most már sikerül már ezt a szart megcsinálni. De mi évesték ki a izéből a hurrikánból? Nem baj. De ne fusszál ki, de nem így, nem. De miért? Miért esel ki? Miért esel ki, basz? Nem hiszem el tényleg. Gratulálom. Asza. Hol a Istenben van már a Jet? Emet már a világ végére. Szánkózni. Nem, már megint izé, már vége. Ez csak... Hát a Jetet nem lehet egyszer legyőzni. Hihetetlen, bazdme. Mi ezt ilyen... Hát, hogy sikerül még félre megcsinálni. Addig terveztem streamelni körülbelül. És hát nem fél, hanem... 2 óra. Pontosabban, 2 óra. 2 órát alatt meg tudom megcsinálni. 2 asztalium alatt. Ez úgy érzem, mintha az a chat konkrétan fogja, az átugorná az egész pályát, vagy nem tudom, mit csinál be azon. Kerülünk egyébként, szóval hogy veszük. Teljesen mennyire húzza meg az drága íjat, azt a... Mennyire feszítje meg az íjat. Egy gépezet. Ezt már csak az Isten tudhatja. Drága Jetty. Jetix. A Jetix-ke. Már elment a világba. Így is jó. Nekem így is jó. Ennyi! Nem akart, komolyan mondom. Final lap. Utolsó kör, kérem. Ne menjél ki, ne menjél ki, ne menjél ki, ne menjél ki! Nem hiszem el. Úgy örülnék egyébként, ha nem... Nem csinálna ezt. Ez
szóval, hogy ilyenkor meg azt fogja, hogy hát ez nem. Ez nem. Megint elmegy már, ott vagy már kint. Repül, azt kész. Nem reggel nincs már, csak délután ilyenkor. Általában most pont a iző, pont a délutános héten vagyok most. A jó kis menetek. Sivatagi pálya. Elbasztam. Én ma mentem! De egyébként itt nem is mondtam egyébként semmit erről, mert gyakorlatilag csak fotón belecsaptam egyből a laptopba, semmit nem érzékeltettem, megmutattam. Ezekre a hullámokra rá kell ilyenkor tapadni, mert azt általában mindig az első helyezett szokta általában így húzni maga után. Azért is jó ez, mert egy kicsit a mögöttük lévőket kicsit így fel tudja hozni a lemaradásokat a többiek ezzel egy kicsit. Meg ott jobb sarokba, jobb szélen van ez a az meg a picsába. Ez a üzemanyag, vagy nitró mutató, üzemanyag inkább, üzemanyag mutató. Ez a kék csík. Ha az kevés, akkor gyakorlatilag nem tudunk tovább menni. Ez gyakorlatilag vannak ilyen kis kapszulák, amiket ki kell nyitogatni közben. Csak azokból is tudunk nyerni, akár gyűrűket, akár ilyen üzemanyagot. Meg aztán vannak ezek a ilyen idézőes hát boxok gyakorlatilag. Hát box kiállással ki lehet menni gyakorlatilag itt a Forma 1-be. És azzal is fel tudod tölteni ezt a kék csíkot. Na tessék, most konkrétan már csík teljes egészben feltöltött most. Na itt a box például. Sok itt ez így működik. Persze, hogy itt elbasszuk, mint ahogy én teszem, akkor mind hiába. Ez meg hogy ad Istenbe sikerült ez? Aztán persze ilyenkor lehet ilyen szaltókat nyomni, meg ilyen izéket, ilyen mutatványokat nyomni ilyenkor. Persze sok ezért is kapsz plusz ilyen izéket, boostokat, miközben itt csinálsz. De persze fontos, hogy talpra kerékedsz, mert különben beszapodnál, akkor nem kapsz semmit. Nem kapsz elég rangot. Persze, hogy a legvégén kell szopni. Mi fél? Hát ha... Most mi lett fél? Nem mi voltunk az első két helyezettek? Most... Bazd meg! Most mi a picsa történt? Remake verzió egy trash, nem a remake... Igen? Nekem a controller lag volt adta. Controller. Valami remake tennapról, de... De erre aludtam csak az elköszönéssel, vébettem fel azt kell majd. Én meg arra, hogy az élő véget ért. Az jó, hogy hajnal 3 környékén. Fasza. Nem értem, hogyha csapat tag lesz, egy miért nem jó akkor is. Mert kinek mit intézett a kormány? De micsoda, ha csapat tag lesz? Mire gondolsz, Kenta, most? Van ilyen tag mód egyébként, de... Erre a mérkőzéssel gondolsz egyébként? Most nem is értem egyébként, nem is értem most ezt. Valaki konkrétan fokat is megelőzött minket közben, hogy... Mi történt itt a végén? Nekünk mi a faszért a homokba estünk bele, ezt se értem egyébként. Nem, de most gyakorlatilag minden eddiginél közelebb voltunk egyébként a győzelemhez. Már elsőre. Nem is voltunk eddig még ilyen közel győzelemhez.
Oké, most második hely még megvan. PC-ben van a bug, az a baj. PC exkluzív, az a probléma. És PC exkluzív bugos. Egyébként ennek is van PC-s verzió, ugyan mint a Heroes-nak. Csak ez csak ez sem jelent meg, például semmilyen piacon, ilyen online felületen. Ez is csak izé, csak úgy van, úgy lehet meg neked, hogy eredeti példányban megvetted annak idején. Ha persze lekalózkodod esetleg, csak úgy. Megint akkor cseszem el, amikor utolsó kör van. Hát ez már buktam, már megint. Persze ilyenkor nem kapok olyan izé szart. De nem igaz, nem megy ez. Nem, hülye csak fogra bugos. Istenem. Ilyen hero story. Hero story van még csak, bazd meg. Istenem, bazd meg. Minden adott volt megint a már utolsó körben, minden adott volt. Fullos volt a izéja, üzemanyag is, minden fullon volt. Szó szerint minden fullon volt. Na valamilyen szinten szerencse játék alapja is van egyébként ennek, mert amikor felveszed ezeket a kis kapszulákat, és akkor valamilyen szinten szerencsére megy, mert hogy most konkrétan mit kapsz. Most éppen üzemanyagot kapsz, vagy éppen gyűrűt kapsz, vagy valamit kapsz, nagy kalap szart kapsz. Tank fight kapsz konkrétan. Hogy tud oda felugrani? Én meg még megközelíteni sem tudom ezt. Mondja, hogy menjél a pitbe. Köszönjük utolsó körben, amikor utolsó kanyarokra van szó, akkor már nem igazán megy be az ember szerintem. Boxolni. Mindjárt picsájába innen Knuckles. És meg még szarabb egyébként, amikor ott vannak a kapcsolák, és pont a kettő között mész el. Pont nem veszel fel egy darabot se. Az mindennek a teteje egyébként. De most is próbálok felmenni, de nem. Az utolsó körben nincsen ilyen izéi szerencsém. Ennyire vezetek. És az utolsó kör lenne, ez akkor nyernék. Nyertem volna. Csak most még van még egy kör. Szóval most a chat az le van maradva egy kicsit, szóval még abba tudok esetleg bízni. Talán a Knuckles meg Tails az hagynak nyerni. Sokat akartam, hogy most már emlékeztem földre. Menjél, jó, menjél, nem érek el, csak menjél!